Magyarország északkeleti szegletét, Szabolcs-Szatmár-Bereget mondják a Vizek megyéjének is. Ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről szóló kisfilmet is levetítették a horvátországi múzeumok éjszakáján, Zágrábban a Liszt intézetben. Az est főszereplője idén Kölcsey Ferenc szülőföldje, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye volt, amelyet az érdeklődők Csutkai Csaba fotóművész munkáin keresztül ismerhettek meg. Turóczi Zoltán kulturális attasén keresztül jött egy megkeresés felénk, aki ugye az Zágrábi Liszt intézetben dolgozik, és neki ugye nyíregyházi kötődése is van, hiszen hát ő nyíregyházi származású. És Csutkai Csaba fotóit ő is ismerte, és egy ilyen kapcsolaton keresztül megkeresték a vármegyei önkormányzatot, hogy tudnánk-e esetleg segíteni azzal, hogy azt a kiállítási anyagot, illetve annak egy részét, amely Csutkai Csaba fotóiból készült el, és amelyen igyekeztünk bemutatni Szatmár-Bereg vármegyének a kincseit, a természeti értékeket, a kulturális értékeinket, vagy éppen a kastélyokat, kúriákat. Abból egy anyagot úgy döntöttünk, hogy mindenképpen akkor kivinnénk, és el is kísértük ezt a kiállítási anyagot Csutkai Csaba fotóművész úrral, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan különleges alkalom, hogy meg tudjuk mutatni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét Horvátországban, hogy ezt mindenképpen egy kicsit alá is kell támasztanunk és hangsúlyoznunk kell. És hál' Istennek a kiállítás megnyitó mi is mondhattunk pár szót, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy a kiállítás megnyitó mellett adta kinti magyarok és azok a horvátok, akik eljöttek és megnézték ezt a megnyitót, ők mennyire szeretik a magyar embereket, mennyire szeretik Magyarországot, és nagyon megható pillanat volt az, amikor a kiállítás megnyitó egy részeként a himnuszról is megemlékeztek, és ráadásul olyan módon, olyan rendhagyó módon, hogy nem magyar anyanyelvű emberek, tehát horvát anyanyelvű emberek szavalták el magyarul a nemzeti imánkat. Csutkai Csaba fotói és a Pongó Bélával és Balogh Gézával közösen készített kisfilm is nagy sikert aratott a Liszt intézetben, mondta el a fotóművész, aki évtizedek óta fényképezi a megye tájait és történelmi emlékhelyeit. Január végén nyílt meg a kiállítás, ez a himnusznak a ünnepével kapcsolatos sorozatba tartozott az ottani Liszt intézetben, és március elejéig látható. Itt megtekinthetőek azok a montázs rollásfotóink, amit fiammal, Csutkai Marcival együtt készítettünk, és pluszba azok a kazettás mennyezetekről készült jelképrendszereket bemutató rajzos fotográfiák is, ami megint a különlegességét tudja adni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tájaknak. Csutkai Csaba hozzátette, számára a különböző közösségi eseményeken történő fényképészkedés egyfajta alkalmazott fotóművészet, és ugyanolyan fontos szerepet játszik az életében, mint a művészi célból készülő fotók. Én nagy örömmel készítem a szolgáltatóipari felvételeket is, amit én úgy hiszem, hogy avval az alázattal, tisztességgel kell megcsinálni, mint hogyha az ember úgy gondolja egy önálló alkotáshoz létre fényképező géppel. Én nagyon-nagyon nem szeretném ezt ketté, most én éppen olyan értéknek tartom a jó iparost is a szakmában, mint a kellő alázattal dolgozó művész alkotó embert is. Csutkai Csaba művészetével és kisfilmjével bővebben is foglalkozunk a Weekend című műsorunkban.